Hello, szia! Ha ide kattintottál, akkor bizonyára érdekel a képszerkesztés világa, hogy hogyan tehetnéd másabbá, érdekesebbé, talán egy kicsit jobbá a fényképeidet. Bár az is lehet, hogy csak eltévedtél, de minden esetre ne szaladj el, ne fuss el, ne kattints máshová. Itt vagyunk a Photoshopban, és mindjárt megnézzük, hogy hogy lesz ebből a képből ez. Úgyhogy ha érdekel, hogy hogyan lesz ebből ez? Akkor a következő néhány percben tarts velem. Hát nekem túlságosan sötét ez a kép, úgyhogy tennünk kell valamit. Szerintem, ami nekünk itt kell, az a filter, kamera raw filter, ahol nagyon szépen be tudjuk állítani a fényviszonyokat, javítani az árnyékos területeknek a világosságán, külön javítani a csúcsfények világosságán nézzünk is néhány lehetőséget erre. Először is felhúzom a, az árnyékokat, ami ugye olyan sokat nem ért egyelőre, de hogyha az expozíciót is feljebb húzzuk, akkor elkezd kinyíli a kép, elkezd szépen világosodni egyértelműen. Aztán feltoljuk a clarity is, amennyire csak lehet. Én a vibrance is feltolnám, így, és a színeknél a zöldeket még zöldebbé, és a sárgákat is egy nagyon picit zöldé tesszük. Így szerintem a bíbor árnyalatokat egy kicsit feltornázzuk, nagyon picit a sárgákat is. és az effektusok alatt egy kis dehéz, ami még tovább javítja a képet, illetve még kontrasztosabbá teszi. Ezzel szerintem vigyázzunk, nem szabad túlzásba esni. Már így is a határon billegünk. Esetleg a kontrasztot megnézem, de nem, ez már nagyon sok. A feketéket úgy állíthatjuk be, hogyha az Alt gombot nyomva tartjuk közbe, és így látjuk, hogy mikor kezdenek bebukni a sötét területek, ugyanígy a fehéreknél is. Láthatjuk, hogy mikor kezdenek kiégni a legvilágosabb területek. Ez így maradhat. És szerintem nagyjából meg is vagyunk. Itt még egy kis problémám van. Ilyen volt egyébként az eredeti kép, és nekem itt jobban tetszik az eredeti. Itt ez nekem túlságosan világos volt, úgyhogy mindjárt visszaveszünk. De ez így jó, úgyhogy oké. Okay. És, ugye ez volt az eredeti kiinduló állapotunk. Itt van a histori ikonunk, vagy jelölőnk. Ez pedig a mostani állapotunk. Úgyhogy ha itt megkeressük a history brush a visszaállító ecsetünket, beállítjuk módnak a luminosity-t, tehát csak a világosságot, szeretnénk visszaállítani, de nem, az, nem teljesen az eredeti mértékére, csak 30%-ban, tehát kicsit legyen visszafogottabb, és elkezdünk itt festegetni, akkor az eredetihez fogja némileg visszatolni a világosságot a szoftver, No, meg is vagyunk, azt hiszem. Úgyhogy ez lett a végeredményünk. Aki pedig megnézett, annak köszönöm szépen a figyelmét, és hogyha tetszett, vagy ha nem, akkor nyugodtan iratkozzon fel, nem fog fájni.